Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink, a Zöld stílusban. A mai adásban egy székelyföldi kisfaluba látogatunk, Csehétfalvára, ahol a Verárt házaspárral beszélgetünk. Orsolya vizuális antropológus, növényi festő és szövőfonó, Ralf pedig vidékfejlesztési mérnök és vizuális antropológus. Most betekintést nyerhetünk egy másfajta környezettudatosabb életmódba. I was born and raised in the Netherlands, and there I studied at the Wageningen University, and I became a rural development engineer. And after my studies, I first went to Budapest, where I started a consultancy company. And soon after, I got a project in Romania in the field of environment, and this is how I came to Romania. Romania has a very rich traditional lifestyle. And both culturally and environmentally, the biodiversity in Romania is very rich. And I'm sure Orsia will later talk about it when we talk about plant dying and how many plants we collect for that. And also, it has a lot of history and culture. But I think what we are trying to do here is not so much to live this rural ideal, not so much to go back to the past, but rather to live in the present and see what you can still use from the past. And it doesn't have to be necessarily in a traditional way, it can also be used in a modern way. Why did you decide it as a couple and as a family to move in a traditionally house? Yeah, because these houses, they are healthy to live in. They are built from healthy materials, which were from local environment used. And yeah, we just like that, I think. Right? Yeah, and you know, when a house is 90 years old, it has proven that it's quality and it's still standing. And the bricks in this house are handmade from, you know, the owner has made it. And the wood, I mean, this wood I see there, it's from, I think, 1938 or something. And mm-hmm. It's still good and it's still proper and it's still healthy. So I think that was our main motivation to have an old house. Yes. And I also have to add that we also like to renovate it, to get it back in a good state again. If I understand it, you don't buy furnitures, you don't buy anything, you reuse it, you yes. reuse the materials. Is this a lifestyle? Yeah, I think this is a very conscious choice because it gives a lot of pleasure in many ways. We know that we are not polluting, we know we made it ourselves, we make it how we would like it to be. And we use the result of it every day. And it also has a financial aspect. Very often it's cheaper to do it like that. And with that money you can do other things. Can we do this in a city? Can we live like that? Yes. In a bigger city? Yeah. Yes, that's the beauty of it, that many of the choices we make daily you can do basically everywhere. Like, for example, Orsia, she will show you later, she has a table loom, which doesn't take much space, but you can make beautiful things of it, like, for example, this vest. Like this you can make also in the city, right? You just need some wool and there you go. You think that we have a long journey to make that more people do think like that in Romania? Well, I think people by now, nowadays, are very aware that we have to start making changes for the environment and for the general well-being of the people and animals and the plants on this planet. And so that, I think, everybody knows. And but this small step, which actually sometimes seems like a big step, but it doesn't have to be such a big step. The small step that you actually can make these choices and do things and make things yourself, that is actually what our Paal Bertha project is all about,
to inspire and show people that, that this can be done by everybody, by anybody, right? And I suppose that we make less garbages with this lifestyle. Yes. How many garbages you you produce? It's a very nice for question. For example, weekly. Yes, it's a very nice question. Well, here they collect the waste every 2 weeks. And we bought such a nice container for it and to put it on the street. And we live here now for 3 years. And I saw over the past 3 years, every 2 weeks we have less and less waste. So now maybe in 2 weeks half a container or something we put on the street. And I think it can be even less. Yeah. Still too much. But it's still too much plastic and things. Can but, be much less. But it's that's also a process. What is like to raise your kids in a lifestyle like that? Well, we are fortunate. We can make changes. Well, our kid just loves it. And I think most kids are inclined to love nature and to come out of nature. To be in nature and to play and to feel and hear and listen and touch. And so, and this is for us very important as well, that exactly this we can give on a daily basis. He can go out, play in the sand, play in the snow, play with water, observe the birds, all that. And I think the more children are exposed to those natural environments and basic things that make people happy in life, the better. What is your job in the Palberto manufacturer atelier? Well, in the Palberto atelier, we discuss a lot about the concept. And but there is also a lot hands-on things to do. So, for example, as a family, we go out and collect the plants for the plant dyeing. It's very nice to do. Or we prepare together for a workshop, which is coming up. And but a lot of the teaching and the weaving and spinning, and that's all, Orsia. That's what you are doing. This is maybe a good moment to explain that we have more motivation. It is not a pure economic financial thing that we do this, because we have other jobs for that to pay our bills. But this is really that we would like to share knowledge and to get people enthusiastic about, for example, textiles, right, that you make. Well, sorry. And as an answer to, for example, the often polluting fast fashion industry. So we try to do something locally with local materials as an answer of things which are globally an issue and globally polluting. Falun nőttünk fel, hát paraszt családban, ugye, aki próbál megélni a kis kertjéből, a földjeiből. Nekünk lehet, hogy gyerekekként zúgolódtunk, hogy miért kell megint mezőre menni, mikor más kirándul, de így visszanézve ez egy olyan gyermekkor volt, tehát mi együtt éltünk a földdel, nyáron mezőre jártunk, hogy ez mennyi igazából munka volt, hogy mennyi játék, hogy mennyi mindent tanultál. Úgyhogy ezt így gyerekként megkaptuk már egész pici kortól, hogy ez egyértelmű volt, hogy a természettel együtt élünk, nem is volt kérdés. Aztán ugye jöttek iskolák, egyetem, beköltözöl egy városba. Jó volt, biztos, hogy jó volt, sokat tanultam, de valahogy úgy nem is tudtam elképzelni, hogy, vagy nem is merült fel, hogy ott maradnék, vagy
Tehát egyértelmű volt mindig, hogy vissza a falura. Szerintem ezt a, ezek a gyerekkori élmények így teljesen automatikusan meghatározták, hogy akkor jövünk vissza, és próbáljuk. Nehéz most már, mert ugye 25 év alatt a falu, vagy 30, tehát egész más, tehát nem lehet összehasonlítani, viszont egy ilyen kishegyi faluban, ahol most vagyunk, azért még nagyon sok minden hasonlít arra a falura, ahogy én még ismertem annak idején. Amikor 3 éve hazaköltöztünk ide Erdélybe, akkor megvoltak már a szövőszékek, tehát minden készen volt és várt, meg volt a fonókerék, csak már csak haza kellett jönni és el kellett kezdeni, akkor berendeztük, ide került a nagy szövőszék, elvégeztem egy művészeti főiskolán egy képzést, tehát most hivatásos szövő vagyok. Megvolt a kis szövőszékem a gyapjú a textíliák szövéséhez. Megvoltak a könyvek, amiből az évek folyamán megtanultam a növényi festést. Tehát minden együtt volt, csak a kontextus nem. Mikor hazajöttünk, akkor megvolt a kontextus is, bele lehetett vágni. Mi az, amivel te konkrétan foglalkozol? Milyen textíliákat dolgozol fel, és milyen folyamatok zajlanak? Ugye hát beszélgettünk sokat arról, hogy a magtól egész a ruháig. Melyik az a mag, melyik az az anyag, és hogyan történik a feldolgozás? Tehát a kétféle természetes, körkörös textíliával foglalkozom, a gyapjú és a len. A kender, az nincs annyi kenderfonalam, úgyhogy maradjunk csak a lennél. A gyapjúval, tehát dolgozom olyan gyapjúval, amit gazdáktól kapok, piszkosan érkezik, ahogy az kell érkezzen, tehát nem megmosva. Akkor ugye annak az a folyamata, hogy megmosunk annyit, amennyit gondolunk, meg fogunk fonni. Azt nyáron történik, megmosom, megszárítjuk, utána meg kell kártolni, ami azt jelenti, hogy megfésülöm azt a gyapjút, egyáltalán fonható legyen. Utána a fonókeréken megfonom, és abból kötök. Ez a kézzel font gyapjú sokkal alkalmasabb kötésre, horgolásra, sálak, pulóverek, zoknik, ilyesmi készítésére. Vásárolok gyapjút is a fonodából, ami vékony szálú, mivel gépsodorja, meg ezek a régi-régi fonodák, tehát ez ahonnan én vásárolok, ez több évtizede, tehát több, szerintem már ez a második generáció, aki működteti. Az előnye az, hogy a gyapjú nagyon erősen meg van sodorva, mert ugye gép sodorja meg, és alkalmas szövésre. Ez az a gyapjú, amit aztán gyapjú szál, amit megfestek növényekkel, és ebből szövök ruhákat, például ez a mellény is abból készült, ez zöld dióval van megfestve. Tehát így készítem, így dolgozom a gyapjúval, a lennel pedig a lent, amikor szövök a lentből, az még nem a saját fonalam, azt vásárolom európai származású, mert Európában sokkal szigorúbbak az elvárások, hogy ez a növény, hogy termesztődik, az a fonal, hogy készítődik, hogy az az ember, aki ezt termesztette, hogy dolgozott, milyen körülmények között, tehát ezért mindig meggyőződöm arra, hogy európai származású, vagy lengyel, vagy észt, vagy nem észt, litván, vagy belga, vagy holland, tehát ezek a nagy lentermesztő országok. És abból szövöm a törülközőket, a lenkendőket, abroszokat. Viszont elkezdtem a saját len termesztését is, amit ugye dédnagyanyáink még csináltak. Ez egy elképesztő folyamat, ugye, mert elültetsz egy iciri-piciri lenmagot a földbe, és 100 nap múlva lesz abból egy olyan növény, amit kinyűsz, tehát ez azt jelenti, hogy gyökerestől kihúzzuk a földből, kinyűsz, és tehát az maga egy ilyen hosszú növény, vannak a magjai, azok a magok újra jövőre visszakerülnek a földbe, az lesz az új generáció, és abban a növényi szárban van benne a lenrost, amiből majd a lenfonal fog készülni. Ez alatt a 100 nap alatt, amíg elkészül
a növény egyszer meg szoktuk kapálni legalább, tehát úgy vetem sorokba, hogy tudjam megkapálni, mert ha nem a gyom felveszi, nem tudom, régebb kapáltak vagy nem kapáltak, mi kapálunk. Mekkora területen termesztesz? Ez egy icipici pilóta projekt, ez egy ilyen mennyi, 10-10-es. Ez, tehát először meg akarom tanulni magát a folyamatot. Persze hektárokat látok magam előtt, hogy ezt fogjuk csinálni, és hogy ezzel fogunk dolgozni, de most még ott nem tartok, tehát mondtam, ez a kis szerény műhely, ez még sajnos ott nem tart, hogy, de el kell kezdeni valahol. Miután, tehát egyszer megkapál, és igazából az a növény, amivel egymást tartják a növényszárok, teljesen önfenntartó, megnő magától, nagyon kevés vizet igényel, sőt, ugye most, hogyha belemegyünk ebbe, hogy miért jó ez, tisztítja a levegőt, mert a széndioxidot visszaviszi a földbe, a szén ugye annak a földben van dolga, nem a levegőben, hogy mi szívjuk be, hanem a növény szívja be, tehát mit tett a városi azért, hogy jobb legyen, csinálj egy városi kertet, a balkonodra tegyél növény, ami szívja be a széndioxidot, minden onnan tisztítja a levegőt. Tehát, mint mondtam, 3 hónap után, 100 nap után kinyűjjük, akkor megszárítjuk, utána a magokat kell leszedni róla, ami egy gerebennel történik. Ez még elmenne nálunk, mert ilyen régi gerebenjeink kerülnek, viszont ezek is ilyen 100 éves néprajzi múzeumszerű dolgok, tehát nagyon nehéz már dolgozni velük. Ahogy a magok lekerülnek a növényről, akkor meg lehet áztatni. Szerintem ez a legkritikusabb pontja, mert ez igazából egy rothasztás. Tehát elrothasztod a növénynek a külső fás, háncsos részét, hogy hozzájuss magához, később meg fogom tudni mutatni mindezeket. Ide nagy tapasztalat kell, mint olvastam, az nincs, viszont akkor szaglásra megyünk, tehát naponta ellenőrzöm, hogy vajon olyan, vajon jó, vajon, tehát ez így tényleg érzésre, az első áztatásom jól sikerült, úgy érzem, biztos véletlenül, de jól sikerült, és a rost kijött belőle, utána jön a tilolás, meg kell törni ezt az elrothasztott háncsot, hogy az törjön össze rajta, a rostot nem tudjuk megtörni, mert az már ilyen anyagszerű. Akkor ezt le kell fésülni róla, ami szintén gerebennel történik. Itt vagyok a folyamatban elakadva, mert nincsen professzionális gerebenem. Tehát azt, ha most nekiállnék ezekkel a gerebenekkel, amiket itt a padláson, meg a csűrbe, meg a gazdaság körül találtunk, tönkreteszem az eddigi munkám eredményét, tehát még nem csináltam meg. Miután ez megvan, akkor kapsz egy ilyen szép árvalányhajszerű, kis lófarokszerű csomagot a kezedbe, és akkor azt meg kell fonni fonókeréken, amit szintén meg tudok csinálni, akkor van kész a len fonalad, és abból már lehet szőni. Tehát amint ez a gereben kérdésem megoldódik, bízom benne nagyon, hogy akkor ebből lehet szőni. Az még egy szürke fonal, mert a len az szürke. Ezt ugye régebb hamuval, tehát hamuval fehérítették, és minél többet mosod ezt, tehát ezért ilyen elnyűhetetlen, mert minél többet mosod, minél többet használd, annál szebb, mert folyton fehéredik, folyton szépül, folyton ragyogóbbá és keményebbé válik. De ez még folyamatban van, hogy ezt is megcsináljuk. De tehát erre fókuszál a műhely, gyapjú és len. Ennyi fért a mai adásba, kedves nézőink, tartsanak velünk a jövő héten is, hiszen a következő adásban megmutatjuk önöknek a len és a gyapjú feldolgozási folyamatát a magtól egészen a kész termékig.